Szerbusztok! Töltött paprikát fogok csinálni, amit úgy kezdek, hogy először megcsinálom azt a szószt, amiben főzöm. Feltettem egy olyan liternyi vizet, beleöntök fél liter. Én szinte csak mindenhez, pizzától kezdve mindenhez csak ezt a dobozos ilyen paradicsom fél literes szószt használom, mert majdnem, tehát tök magas a paradicsom tartalma, és ilyen egyharmad annyiba kerül, mint a sűrítmény, a paradicsompüré, de ha kell, duplán beleteszem, még akkor is olcsóbbra jön ki, és erősebb paradicsom ízt érek el, mint a paradicsompürével dolgozok, úgyhogy én már vagy 10 éve ezen kívül, tehát most nem ez a márka, hanem az ilyen típuson kívül nem használok mást. Egy szem hagyma, és ez 15 dek az ellen, most egy ilyen egy vacsorányi töltött paprikát fogok csinálni, tehát bele, sőt nem is teszek bele csak 10 dekát, ennyit, mert ez elég, ez a három, ezt a kicsit ezt leveszem. Teszek a paradicsom szószhoz egy késhegynyi őrölt köményt, teszek vele egy teáskanál sót és őrölt borsot. És ezzel a szósznak az ízesítésének a végére is értem. Ez itt szépen elkezd forni. Ugye vettem, most ilyen kis pici cuki paprikákat vettem. Eleve én nem is nagyon szeretem, tehát csak ilyen ekkora paprikákat vettem, 6 darabot. És amikor ilyet akarok csinálni, hogy ne kelljen a rizs főzéssel szórakozni, akkor mindig úgy időzítek, hogy előző nap valami párolt rizsös ételt csinálok, és akkor abból körülbelül annyit meg szoktam hagyni, majd úgy megpróbálom eltalálni, hogy ehhez elég legyen, és mégpedig ezt, erre megint nem fogok tudni anyaghányadot mondani. Ugyanis most itt van fél kiló darált hús, ezt mellé teszem, és ezt most azt akarom megmutatni, meg ebbe is fogom most már bekeverni akkor, hogy ezt így abszolút szemre, tehát most ezt így föllazítom, és ha megnézitek, körülbelül akkora kupac a rizs, mint amekkora a hús. Tehát nálam ennél ez az anyaghányad. Most ez a fél kilóhoz bőven elég egy tojás beletenni. És akkor ezt is ugye sózom, de mivel a szósz is sózva van, azért ésszel inkább kétszer sózzatok, pláne nekem ez a só ez tök erős. Ebben a töltelékben most megint finomra őrölt borsot fogok tenni, mert vannak dolgok, amikben ez a egyszerűen a legfinomabbra van állítva, sokkal jobb íze van annak a borsnak, amit frissen őröl az ember, de a lányaim 7 évesek, és ráharapnak a borsra, azt nem szeretik. Tehát ebből is egy két... Ja, és még a... Mindig elfelejtek, a paradicsomos cuccban még egy evőkanál cukrot teszek bele. Szóval eddig tettem sót, borsot, meg a tojást. Teszek bele egy pici majoránnát. Azt is így. Ezt nem kell túl ízesíteni, szóval ez megint klasszikusan az az étel, egy ilyen kis csipetnyi majorannát tettem bele, ami ugye a paradicsom szósznak annyira erős, intenzív íze van, hogy és van, aki ebbe szokott tenni fűszerpaprikát is, én nem teszek, megmondom őszintén. Ennyi. Ja, meg egy pici fokhagyma granulátumot most jelen esetben, mert ezt is azt szeretném, hogyha jól elkeveredne benne, tehát nem dominálna, de egy picit azért ugye a majoranna, fokhagyma és őrölt bors. Tehát itt most a töltelékbe ennyit teszek, ezt mindjárt összegyúrom, és a paprikát, ezt már sokszor mutattam, hogyha van ilyen szára, ugye a legkönnyebb csumázni, hogy fogjátok a szárát, a hüvelykujjatokkal benyomjátok, és akkor ki lehet húzni a csumát. Tehát így benyomjátok, és akkor ki lehet szépen a csumájával, hogy ott nem törtem el, húzni, de hát ennek most nem tudok ráfogni, de kijön, hogy és akkor szinte nem marad rajta semmi, és akkor így szoktam szépen ki csumázni őket. Jó, összekeverem ezt a tölteléket. Na, összekevertem a tölteléket, közben ott szépen már elkezdett forrni a dolog, és ezt itt nemes egyszerűséggel ugye belenyomkodom a paprikába, és viszonylag nyugodtan meg lehet tölteni. Van, aki hallottam olyat, hogy nyers rizsből csinálják, ott nem szabad megtömni, mert a rizs, amikor megdagad, ugye szétrepeszti a paprikát, de ezt mi most főtt rizsből csináljuk, úgyhogy szépen ilyen kis
gusztira meg lehet, és mehet is bele egyből a vízbe. Csak annyira kell figyelni, hogy az elején ugye, főleg ha nem ez a nagy, szép kerek paprika, hogy az aljára lenyomkodjátok, hogy ott ne legyen üres. Nem kell vele kapkodni, szép nyugodtan, kézi munkával meg lehet töltögetni. Erre nem nagyon tudok olyan verziót, ami ezt a kézzel beledugosgatom, ezt ki lehetne kerülni, jó? És annyira nem figyeltem, hogy látszott a kamerában, még egyet megtöltök, hogy először ide az aljára lenyomkodom, és akkor utána a végén a szépen így a tetején így elsimítom, hogy egy ilyen kis guszti kör alakú felület legyen rajta. És ha szerencsénk van, még a főzés után is, mondjuk ennek most a paprika miatt nem tudom olyanra megcsinálni, de az előző kettőn is simán ilyen kis szépen lezárom. Jó? Ennyi töltelék megmaradt, hát ezekből meg csinálok ilyen kis húsgombócokat, és mint a paradicsomos húsgombóc, ugye beledobom mellé, és ezt is megfőzöm, de ez a 6 paprika szinte fölvette ezt a, hát mondjuk egy 9-be belefért volna. Jó? Ezzel a mennyiséggel. És ezt most fedő alatt 4 gombóc lett még, tehát ezt 3 paprikába bele tudtam volna simán, tehát ez így ilyen 9 középméretű paprikához elég ez a fél kilós töltelék. Most lefedem, beteszem hátra, és itt elől, főleg ha megint megtalálok, egy evőkanál lisztből csinálok egy száraz zsemleszínű rántást. Azért szárazon, mert ugye abból a 30%-os darált húsból, amiket lehet kapni, bőven jön ki annyi zsíradék, hogy én már nem akarom ezt túlzsírozni. Ezt most ugye így figyelve rá, szépen zsemleszínűre pirítom, és vagy egyből kiborítom az edényből, vagy egy picit korábban lezárom, mert utána még pirul egy keveset, hogyha ugye majd elzárom az edényt, de majd mutatom. Ha már átmeregedik a serpenyő, akkor leveszem teljesen takarékra, és úgy szoktam. Meg nem kell megijedni, mert hogy a víz elkezd kijönni a lisztből, olyan, mint a csomósodna, de nem csomósodás, csak így a lisztől egy picit összeáll. Na jó is a rántás, ezt le is zárom, és hogy teljesen biztosra menjünk, meg kint nem tudom kinek milyen vastag az edénye, hogy ezt tegyük át ilyenkor egy másik edénybe, és ez szépen ki fog hűlni addig, amíg a paprika megfő. Jó, tehát nézzétek meg, most ez nem tűnik, tehát látszik, hogy azért sötétebb színű lett, de majd ha vizet hozzáadjuk, akkor meg fogjátok látni, hogy mennyire szép zsemle színe van, jó? Tehát világosabbra kell egy picit pirítani annál, mint amire, hogyha zsíradék van benne, ami erre pirítanánk egy zsemle színű rántást, jó? És ezt most itt simán hagyom kihűlni, ott meg szépen fő a paprika, egy olyan 3-4 óra alatt meg is fog főni. Na, eltelt a 45 perc, és itt szépen ennyi alatt meg kellett, hogy főjön a üze, és hoppá, nézzétek! Ezt a paprikát például túltöltöttem egy picit, mert megrepett, nem tudom, látszik-e a videón, de a többi az olyan szépen egybe marad, és akkor most egy picit besűrítem, és most jön ugye ez a száraz rántás, amivel most eddigre már teljesen kihűlt, és mintha egy habarást csinálnék, elkeverem liszttel. És majd most, ha megnézitek, hogy így hidratáltuk, most egyből látszik, hogy tök szép zsemle színű lett. Tehát itt ez azért kell bele, a diétázóknak rossz hír, mert ez az ízvíz bele, tehát a zsemle színű rántás az mindig azért használjuk, mert még plusz ízesítjük, de én nem akarom ugye rommá sűríteni ezt a dolgot, kicsit így rázogatom a edényt, és ezt így beleteszem. Azért csak egy evőkanállal tettem bele, ennek kettő oka van, hogy nem kell, hogy nagyon sűrű legyen a szaft. Kettő, hogy én olyan embert még keveset láttam, aki, hogyha krumplival eszi, aki a szaftba nem törte volna bele a burgonyát. Tehát legalábbis az étteremben 10-ből 8-an.
Jó, ezt most kiforralom, és megtárolom az ételt, és kész is van. Megkóstolom, hogy elég sós-e, ha esetleg még egy pici cukrot elbír, akkor megy bele, de már csak cukorral és sóval ízesítem utol, ha kell. Na hát ennyi lenne, ez a főzéssel együtt nem volt egy óra ez az egész. Csak annyit akarok megmutatni, hogy nézzétek meg, hogy azzal a egy kanál liszttel, ugye a paradicsom pürének a saját sűrűsége, egy olyan szép, krémes mártást kaptunk, hogy hihetetlen, és ugye belefőtt a paprika íze. Megmondom őszintén, hogy én majd a gombócot eszem, mert a párom szereti paprikásan, de a lényeg, hogy ennyire egyszerű elkészíteni egy töltött paprikát. Jó? Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!